Hivatalossá vált a kormányhivatal és a törvényszék együttműködési megállapodása. Román István és Nyakó Zsuzsanna pénteken írta alá a két intézmény egyességét. A következő két évben a polgári törvénykönyv határozata alapján több száz ügy megindítása kezdődik majd a megyében. A gondokolt személyek felülvizsgálatával kapcsolatosan végbementett törvénymódosítás, amely kötelezettséget ró a megyei kormányhivatalban abban a tekintetben, hogy felül kell vizsgálni a korábbi döntéseket, és ennek a felülvizsgálatnak peres eljárás keretében kell megtörténnie. Tehát a gyámhivataloknak, illetve a megyei törvényszéknek komolyan együtt kell működni abban, és szorosan, hogy ütemezetten történjen ezeknek a felülvizsgálatoknak a megszervezése. A perindítási kötelezettség két részre oszlik. Első körben idén a 2002 és 2007 között, jövőre pedig a 2008 és 2014 között meghozott határozatok felülvizsgálata lesz kötelező. A közös megállapodás ennek a két évnek a munkáját segíti, ugyanis ez 700 személyt érint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A gyámhivataloknak kell kezdeményezni abban az évben a peres eljárást, amikor a felülvizsgálat esedékessé válik, tehát nem napra pontosan vagy hónapra pontosan, hanem évre pontosan, és a gyámhivatali kezdeményezés alapján indul meg a peres eljárás, értesítjük, megidézzük az érintett személyeket, illetőleg mivel ez általában egészségi állapotot érintő kérdés, ezért szakértői bizonyítást veszünk igénybe. A két intézmény célja, hogy a jogvitákat közösen, ésszerű határidőn belül teljesítsék, tette hozzá Nyakó Zsuzsanna.